jókezed. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felé futó. Ez itt a kárc, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez itt a szél, a repülés, az áldás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt. Sziasztok! Ma este az egyszemű, kétszemű, háromszemű című mesét hallgathatjátok meg. Jó szórakozást! Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, s annak volt három leánya. A legnagyobbiknak három szeme volt, a közbelsőnek egy, a legkisebbiknek kettő. Egyszer az asszony elhatározta, hogy férhez adja a leányait. Jött is egy kérő, de az a legkisebbiket szerette volna elvenni, akinek két szeme volt. Az asszony pedig legelőször a legnagyobb leányt szerette volna férhez adni. Az asszony meg a két nagyobb leány nagyon megharagudott a kisebbre. Volt egy kecskéjük. Minden nap csak azt őriztették vele kinn a réten, mert ha otthon volt, hát a legény csak vele beszélgetett. Nagyon búsult a kis leány. Hogy nem búsult volna? Hát ő nem oka semminek. Mégis hogy haragusznak rá a testvérei? Enni sem adnak neki, csak száraz kenyérhéjat. Amint ott búsul, egyszer csak kérdi tőle a kis kecske. Miért búsulsz, te kis leány? Hogy ne búsulnék, mikor úgy haragusznak rám a testvéreim, hogy nem hagyják még azt sem, hogy otthon üljek. S ebédre is csak száraz kenyeret tesznek. Sose búsulj azon, mondta a kis kecske. Majd én segítek rajtad, mikor megéhezel, csak hívjál ide, s mondd nekem. Kedves kecském, jár ide, teríts asztalt Izibe, s hogy én oda megyek, s lesz mindenféle jó étel és ital. Mikor megebédez, ne felejtsd el, hogy rögtön mondjad, kedves kecském, gyer ide, vidd az asztalt Izibe. Úgy is tett a kislány mindig, s nem bánta, ha otthon nem is tesznek semmit. Minden reggel ment ki vígan a rétre. Egyszer gondolják otthon. Vajon miért nem kér ez a leány ennivalót? Vajon mi van vele? Utána kellene nézni a dolognak, meg kellene lesni. Elhatározták, hogy az első nap kimegy az egyszemű leány, s meglesi, hogy mit eszik a testvére. Úgy ment oda, mintha ő is ott akarna maradni, szórakozni a testvérével. Leültek a szép zöld gyepre, s elkezdtek beszélgetni. S amint ott beszélgetnek, azt mondja a két szemű. Hajtsd ide a fejedet az ölembe! S amint egy szemű lehajtotta a fejét, két szemű elkezdte mondogatni. Ébren vagy-e egy szemű? Aluszol-e egy szemű? S ezt addig mondogatta, amíg egy szemű elaludt. Akkor rögtön mondta két szemű. Kedves kecském, gyer ide! Teríts asztalt Izibe!
Mire felébredt egyszemű, a kecske már el is pakolta az asztalt. Egyszemű nem látott semmit. Felkelt, hazament, s azt mondta, hogy ő bizony nem látott semmit. Másnap úgy határoztak, menjen ki háromszemű, hogy meglesse. Kimegy háromszemű, leülnek a fűbe, s elkezdenek beszélgetni. Azt mondja kétszemű, hajtsd ide a fejedet az ölembe. Gondolta, elaltatja ezt is, s megebédel. Lehajtotta háromszemű is a fejét az ölébe, s kétszemű elkezdte mondogatni. Ébren vagy-e háromszemű? Aluszol-e háromszemű? Mikor két szemét behunyta, gondolta, hogy elaludt. Nem vette észre, hogy a harmadik szeme meg nyitva van. Jaj, de hát ő mindjárt mondta. Kedves kecském, gyere ide, teríts asztalt Izibe. A kecske odament, megterítette az asztalt, s a leány elkezdett ebédelni. Háromszemű tette magát, hogy alszik. Mikor megebédelt, kétszemű hívta a kecskét. Kedves kecském, gyere ide, vidd az asztalt Izibe. Mire elpakolt, háromszemű felébredt, s tette magát, mintha nem tudott volna semmiről. Hazament, és elmondott otthon az anyjának és a testvérének mindent. Hát, azok meg elhatározták, hogy megölik a kecskét. Hazament a kisleány, és megmondták neki is, hogy mit határoztak. Hey, nagyon búsult a kislány, hogy neki most már nem lesz senkie. Éjjel, amint elaludt, azt álmodta, hogy odament hozzá egy öreg ember, és azt mondta neki. Kérd el a kecskének a körmét és a szarvát. Azt ültesd el az ajtó mögé, de úgy, hogy ne lássa senki. El is ültette a leány. Hát reggelre lett belőle egy aranyalmát termőfa. De arról senki nem tudott leszedni egy darabot sem. Csak kétszemű. Mikor jött a legény, kérte háromszeműt, hogy vegyen le neki egy aranyalmát. De akár mennyire is akarta, és akár mennyire nyúlt az ágak, mindig másfele hajlottak, nem tudott levenni egyet sem. A kétszemű leányt mindig bent tartották az ágy alatt, nem volt szabad előjöjjön, amíg a legény ott volt. Hát egyszer, ahogy a legény kérte az aranyalmát, a kétszemű kigurított egy aranyalmát az ágy alól. Kérdi a legény. Hát ez honnan gurult? Ki gurította ki? Jöjjön elő! Azt mondta a két testvére. Jaj, az csak egy kis mocskos, fúj! Nem érdemes rá se nézni. A legény benézett az ágy alá, s meglátta, hogy ott van két szemű, akit ő szeret. Szépen kézen fogta, s mondta, hogy bizony ő lesz a felesége, senki más. El is mentek, s a két nagyobb otthon maradt. Ha a két leány vénlány nem maradt volna, na, akkor az én mesém is tovább tartott volna. Alszik már a kert a ház, alszik a tó a parázs, alszanak a pipacs tábla is elszúnyadt a kisból.